Üdvözlünk mindenkit hatalmas nagy szeretettel! Sziasztok, én Győri Zoltán vagyok. Én pedig Győri Nádai Réka. És ez itt a Mit Játszunk blog. Csatornánk a társasjátékozás népszerűsítésével foglalkozik, úgyhogy ha érdekel ez a téma, akkor iratkozz fel, illetve Facebookon és Instagramon is várunk benneteket szeretettel, ezeket is belinkeljük alulra. A mai részben pedig a kódfejtővel fogunk foglalkozni. Először átveszük a szabályokat gyorsan nagy vonalakban, utána pedig beszélgetünk. Hogy is tetszett nekünk ez a játék? Lássuk! Így néz ki a Kódfejtő című társasjáték, hogyha legalább 4 játékosra készítettem elő. Turpis társasjáték, ugyanis ha már játszod, akkor meglehetősen egyszerű, nagyon letisztult, nagyon konkrét szabályrendszere van, viszont azoknak, akik most ismerkednek ezzel a játékkal, nem olyan egyszerű átadni a játéknak a lényegét, ugyanis rövid, de annál picit bonyolultabb szabályok vannak. A lényege a játéknak, hogy van egy fehér csapat, és van egy fekete csapat. A fehér csapat lát 4 szót. Egy egyest, egy kettest, egy hármast, meg egy négyest. Ugyanígy a fekete csapatnak ebbe a nagyon szép kis háromdimenziós táblájába is be van tűzve 4 szó. Ezeket nem látja a fehér csapat. Most mindent a fehér csapat szemszögéből fogok megmutatni. A játék maximum 8 fordulóból áll, és a cél az, hogy mindegyik csapatnak minden fordulóban lesz majd egy rejtjelezője. A rejtjelező húz ebből a nagyon szép vaskos pakliból egy kártyát. Ezen a kártyán lesz 3 szám meghatározott sorrendben. Ezt úgy teszi a rejtjelező, a csapatból egy valaki, hogy a többi csapattag ezt ne lássa. Mondjuk ezen a kártyán azon, hogy 2-1-3. Mindegyik kártyán más van. Egyébként elég vaskos kis pakli. És az a célja a rejtjelezőnek, hogy a saját csapata ezt a 3 számot ebben a sorrendben mondja ki. Ezért utalást tesz majd először a 2-es számhoz tartozó szóra, utána az 1-es számhoz tartozó szóra, utána pedig a 3-as számhoz tartozó szóra. Bármilyen utalást is tesz, ezt mindkét csapat leírja majd. Mindkét csapatnak van egy papírja, ezen egy fehér oldal, illetve egy fekete oldal. Amikor a fehér csapatállítására történik utalás, akkor, vagy a fehér csapat szavaira történik utalás, akkor a fehér oldal, amikor a feketének a feketéhez. Ezt a rejtjelező leírja. Az első fordulóban még nem, viszont a második fordulóban beindul a játék lényege, a legizgalmasabb vonása, hogy a játékosok, ahogy egyébként a doboz is ügyesen kommunikálja, dekódolni próbálják az adást, és fülelik a másik csapatnak a különféle utalásait a bizonyos számokra. Tehát nagyon fontos, hogy nem ezeket a szavakat kell kitalálni, hanem ezeket a számokat. És fordulóról fordulóra, ahogy történik majd utalás bizonyos számokra, bizony szűkül, hogy nagyjából mire történt utalás. Például a kedvéért. A 2-esre tanár, én például azt mondanám, hogyha rejtjelezenék, hogy iskola. Azonnal felírom ide azt a szót, hogy iskola. Ezt megteszi rögtön a fekete csapat is ezzel párhuzamosan. Az 1-es szóra kenő pénzre mondjuk azt a szót mondanám, hogy lobby. Mert szerintem a lobby szó ebből, a 4-ből leginkább erre hajaz majd. A 3-as szó ketrec, pedig azt mondom, hogy oroszlán. Utána átadom a csapatomnak ezt a papírt, ezeket a szavakat természetesen a fekete csapat is ezzel párhuzamosan leírta, és a csapatom ehhez a kérdőjelhez betippel majd egy bizonyos számsorrendet, és hogyha ügyes voltam, mint rejtjelező, akkor azt fogják odaírni, hogy 2-1-3. Az első fordulóban még nem, viszont a későbbi fordulókban ilyenkor a másik csapatnak van lehetősége rátippelni számokra. Ha én ügyes voltam, mint rejtjelező, akkor az ellenfél csapat nem a 2-1-3-at mondja majd egy későbbi fordulóban, viszont a saját csapatomnak sikerül kitalálni ezt a kódot, hogy 2-1-3. Hogyha a saját csapatom elrontotta volna, és én túl kacifántos utalást adtam volna ezekre a szavakra, akkor egy sajnos ilyen bukó fekete korongot gyűjtünk be, és amint egy csapat 2 ilyet begyűjt, azonnal elvesztették a játékot, erre nagyon fontos figyelni. És a játék későbbi menetében, hogyha a fekete csapat, és itt most már forduló-fordulóra szép, általában egyébként 4-5 forduló szokott lenni a játékban, hogy a forduló-fordulóra ügyesen kategorizálják a szavakat, akkor tudnak szűkíteni arra mostantól kezdve, hogyha ilyen ketrec-szerű hasonlóságen oroszlán, vagy ilyen rács szó hangzana, akkor valószínűleg a 3-as szó, vagy a 3-as szóra lesz majd utalás, és ugye el tudják csípni az adást. És hogyha a saját csapatom mellett ők is ki tudják mondani azt a 3 számot egymás után meghatározott sorrendben, amit én szerettem volna rejtjelezni a csapatomnak, akkor ők kapnak egy sikerkorongot. Egy fordulón belül a fehér csapat is kommunikál a saját csapatával, illetve a fekete rejtjelező is utal majd a saját csapatjának. Amikor mind a kettő megvolt, egy következő forduló következik a második fordulótól, tippelhetünk rá egymásnak a betűre, és aki először begyűjt vagy 2
fehér korongot, akkor megnyeri a játékot, vagy hogyha valaki begyűjt két fekete korongot, akkor elveszíti a játékot, és a másik csapat nyerte meg. Nagyon rövid, nagyon magától értetődő, de annál faramúcibb és huncút, igen nagy újrajátszhatósággal rendelkező, csodálatos társas játék a kódfejtő. Hogy tetszett a kódfejtő? Nagyon érdekes volt, mert elsőre nekem ez a retro hatás olyan furcsa érzéseket hozott elő. Nem tudtam, hogy milyen játékot várjak igazából. És aztán az első játéknál engem már nagyon megfogott a kódfejtő. És el is mondom, hogy miért. Több társasággal is teszteltük, és az első reakció az mindig az volt, hogy úristen, de menőn néz ki ez a tábla. És az. Ezt én nagyon adom. Mindenki szóval megjegyezte, igen. Az, hogy ezek a kis kártyák, amik ilyen nagyon rejtélyesen néznek ki, és a piros színtől látszik, hogy milyen szó van rajta, ez engem azonnal megfogott, én nagyon szeretem a látványos társas játékokat. Amit ha kiraksz egy asztalra, akkor messziről lehet látni, hogy játszol vele. Úgyhogy engem a dizájn az rögtön az elején így végül is megfogott, és maga a játékmenet is elég érdekes volt ahhoz, hogy újra és újra akarjam játszani. Most már elmondhatjuk, hogy azért elég sok teszt van mögött a játék mögött, elég sokat játszottunk vele, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan játék, amit így időről időre jó elővenni, hogy az ember fejlessze magát. Én elsőre nem voltam benne ügyes, és most arra kezdem azt érezni, hogy értem a kódfejtőt, pedig nem egy nagyon bonyolult játék, de mégis van benne valami kis fricska, amitől nekem nehezebb volt megértenem, és most arra nagyon megszerettem. Az egyik legfontosabb momentum ennek a játéknak, hogy picit összehasonlítást kér a nagy klasszikus év játékadíjas nyertessel, a Fedő nevekkel. A Fedő nevek fantasztikus társasjáték, nagyon sokan szeretik, jó páran nem, nehéz, rövidségében nehéz, és a Dekriptónak számomra az első dolga az volt, hogy függetlenítse magát a kódfejtőtől, és bár mind a kettő szavakat kommunikálunk egymásnak, és nagyon-nagyon rokonítás rímel az egyik játék a másikra, de mégis teljesen más játéként gondolok rá, kapcsolódom hozzád, engem is megvett a dizájn, és rögtön azt éreztem, hogy ebben a játékban tudok jó lenni. Igen. És az ötödik, hatodik játék alkalommal, ahogy mondtad is, azt éreztem, hogy fejlődöm. Első játékban én is, hát az első találkozásom nagyon nehéz volt ez a játék. A legelső játékpartin, a második fordulóban sikerült rejtjelezőként olyan szavakat adnom a kedves kollégának, négyen játszottuk, hogy sikerült bebuknunk a második fordulóban, úgyhogy az ellenfél csapat csak egyszer jött, és mi már elvesztettük a játékot, úgyhogy hát ennyire jók voltunk. Szerencsétlen lenni ebben a játékban, és lehet nagyon jónak lenni. Fantasztikus, amikor viszont végigtoltuk, bőfél óra volt a játék, nagyon ritka tünemény, mind a 8 forduló lement, és így agyérgölcsöt, és amikor felfedeztük, egyébként a játék szemá írja is, hogy nem csak szavakat, hanem mondatokat is. És hangokat. És hangokat. Prüt. Tehát amikor pip, hangot kommunikáltam a ez másiknak, hogy ez a kettes. És kedvem támadt megnézni a dimenzióit, a mélységét ennek a játéknak, hogy akkor beatboxolni szeretnék, vagy nem tudom, táncolni szeretnék, vagy mit tudom, egy pantomimozok valamit, úgyhogy rengeteg lehetőség van, és szépen lassan, amikor az ember ledobálja a konvencióit egy szójátékkal kapcsolatban, akkor egy nagyon mély és nagyon különleges társasjáték lesz a kódfejtőből. Bizony, szerintem egy nagyon kreatív darab. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon kéri a játékosok kreativitását, hogy hogyan oldják meg azt, hogy ne adjanak se túl egyértelmű, se túl elvont válaszokat. Ilyen szempontban nekem a Dixitet is behozta egy kicsit. Nekem is. Illetve ugye emiatt a tippelgetés miatt a torpedót, de ez egyáltalán nem zavart. Az igazság, hogy nagyon jó játékoktól emel át részeket, igen. És ez mindig szeretem. Tehát jótól átemelni, a soha nem bűn, sőt, ugye igen. Ezáltal fejlődünk. És a Dekriptó, azaz a kódfejtő, az nekem egy olyan játék, ami ad egy ilyen nagyon érdekes flow élményt, egy ilyen ezzel a belemenős, gondolkodós folyam, mire gondol a másik, és az ő agymenete és az ő gondolatai alapján hol járhatunk, ebben van egy ilyen elmélyülés. Én azt éreztem, hogy tényleg, amit mondasz, jó is lehet benne lenni, és el is lehet benne mélyedni, és közben mégis parti játék marad. Igen, parti játék, műfaj játék. Az a fajta, ami 4 óra 20 percet parti, és azért 1 órás, mert 4-5-öt játszunk belőle. Tani faramuci, valahogy az összes játékparti előtt úgy, oké, elmondtam a szabályokat, és mindenki úgy, jó, mi van? Ugyanis mer egyedi lenni, és játéktechnikailag szerintem az egyedi, és utánozhatatlan, hogy én nem a szavakat akarom kitaláltatni, a szavakat látjuk, a számokat, és ebből adódik egy pici ilyen, pláne a papír miatt, hogy a papíri jegyzetelés történik, és nagyon sokaknak komfortzónából kilépés az, és picit olyan munka hatású lesz az, és komolyít a játékon, hogy oké, én jegyzetelek. Adminisztrálós. És csodálatos, és nem lárpulár önmagáért való a dizájn, hanem tényleg hozza nekem az 50-es, 60-as évek kém hangulatát, mint egy ilyen Scorsese nyomozós filmben, hogy ilyen kis papírfecinikre írogatunk, hogy elhangzott a medve.
Azt mondták, vajon, medve. Vajon a medve? A sast leszáll. Korábban elhangzott az erdő, akkor összefüggésben lehet a medve az erdővel, de vajon a maci bebújt-e a málásba? És nagyon szép játékmechanikailag ez a papírra való jegyzetelés nagyon szépen rímel a floppy kultúrával. Jó, ez az egész dizájn. Ó, de fú, ezek az alkatrészek. Ordít az egész, hogy megúszhatták volna olcsón, de számomra a rendkívül ismeretlen Scorpion Musky kiadó azt mondta, hogy beleteszi ezeket a pici apróságokat. Simán lehetne négy szót látsz, és akkor mindegyikhez ez szám tartozik. Annyira menő. Ez nagyon vagány. Nagyon vagány. Nekem nagyon bejött összességében, én biztos, hogy folyamatos játékosa leszek ennek a játéknak, úgyhogy azt érzem, hogy fejlődnöm kell még benne, de mindenképpen szeretnék még vele sokat játszani. Megtartós. Attól, hogy a fegyőnevek bejött, messze menőkig ajánlom. Más skilleket kér, és nem is nagyon hasonlítanám innentől kezdve a Fedőnevek című társasjátékhoz. Aki fázik az ilyen szavak, kommunikálom a másiknak szavak dolgokat, az nem foglalkozzon ezzel a játékkal. Szerintem nagyon okos, és szerintem sokkal kevésbé stresszes. A fedőneveknél hirtelen elképesztően nehéz lett, sokkal könnyedebben indul ez a játék, és szeretem azt, hogy egyszer hibázhatsz. Tehát egyszer csinálhatok rejtjelezőként olyat, hogy nagyon ködös utalásokat adok a csapatomnak, és ők pedig elrontják, vagy esetleg én gondolkodok félre valamit, egy hiba lehetőségünk van. Hát meg van benne ez a kis stressz faktor, az az igazság. Ha beletesszük. Hát ha beletesszük. Mi nem használtuk. Az az igazság, engem annyira stresszel ez az idő faktor, de ez csak én vagyok tényleg, hogy én úgy gondoltam, hogy ezt kivesszük, de ettől függetlenül is mi tudtunk azért viszonylag gyorsan gondolkodni. Annak ajánlom, aki ilyen kis analízis, paralízis, rágondolkodás veszélyekbe belemegy, és akkor órákig ott elpöntjük. Rá lehet. De egyébként nem kötelező. A kódfejtő számomra a tavalyi év egyik legizgalmasabb címe, valamiért elkerült a blogunk figyelmét, és most a legnagyobb örömmel foglalkoztunk vele, nagyon-nagyon örömmel veszük elő, szeretjük a szójátékokat, műfajjáték, akik nem nagyon szeretik az ilyen parti kommunikációs játékokat, nekik nem elsősorban, de aki viszont kicsit is szeret a másik fejével, a saját felével picit dekódolni, és esetleg vonzódik az 50-es, 60-as évek ilyen kis kódolós, kémes hangulatához, kémes hangulat, igen. 10-ből 10-es ez a játék, úgyhogy. Nagyon ajánljuk nektek, és szeretnénk megkérni titeket, hogyha próbáltátok, és kipróbáltatok, akkor írjátok meg a véleményeteket, hogy nektek milyen gondolataitok támadtak ezzel a játékkal kapcsolatban. És nagyon köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, reméljük, hogy tetszett a tartalom. Köszönjük szépen a Gameplug-nak a játékot, a legnagyobb örömmel dolgoztunk vele. Így van. Gyertek, iratkozzatok fel a csatornánkra, ha még nem tettétek meg, illetve gyertek Facebookra és Instagramra is. Így van, naprakész tartalmak vannak, és ha a feliratkozás mellett rákattintasz a csillaggelőre, akkor bármikor új tartalom menne ki, azonnal értesülsz majd róla. Nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmet, reméljük, mi hamarabb találkozunk. Jó addig játékot. Is jó játékokat. Sziasztok! Sziasztok!